היום בשיעור בנושא זריזות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המקורות שנקרא וגם לשלוח אלינו שאלות, שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תישאלנה כאן. Jó reggelt mindenkinek! Az első részben kívánatot idézeteket hallgatunk meg a gyorsaság felgyorsítás témájában. A felgyorsítás egy különleges minőség, mondja, ami nagyon fontos, talán a legfontosabb minőségek egyike, a leggyakorlatilasabb, a legmeghatározóbb. Miért? Mert van egy folyamat, amely előre meg van határozva, ez az időben a lelohadás, a beító, és hogyha mi felgyorsítjuk az időt, akkor valóban mit jelent ez? Végső soron, ez egy lehetőség, ami nekünk van a kezünkben, ezért a sebesség, a gyorsaság miről is szól? Nem arról, hogy valamit gyorsabban csinálunk meg, hanem arról, hogy mit tudunk tenni, mit tudunk hozzáadni a dologhoz annak érdekében, hogy a teremtés célja, hogy a folyamat gyorsabban haladjon a részvételünkkel, az egyetértésünkkel, a támogatásunkkal, hogy lehet oda eljutni. Ugye, amit a teremtő akar velünk, azt gyorsabban érjük el, és érezzük a teremtőnek a nagyszerűségét, nagyságát, annak érdekében, hogy adakozzunk, valóban magunkra kell vonni bizonyos dolgokat, és a felgyorsítás kiterjedése által az ember megkapja a képességet arra, hogy fölémelkedjen a saját egójának. Azaz, ugyanúgy, mint bármely más minőség, amit így vizsgálunk, amely minőség megszerezhető a fejlődésünk során. Tehát minden minőségünk úgy tűnik, hogy nagyon fontos, talán egyik minőség fontosabb, mint a másik, de nézzük meg a felgyorsítást, a mai a felgyorsítás témája, és that becomes something nice, cute. It becomes the main thing. És a legfontosabb dolog ebből következik, ebből a minőségből, mert az ember minél gyorsabban tud valamit elérni a teremtő irányába. It tells about his attitude, the importance he has. Ez a fontosságot megadja, az irányultságot. Loved one. A teremtő szeretett teremtő irányába, és ezért ez a minőség, ez valóban kitűnik a többi ilyen minőség közül. Tehát látnunk kell, hogy az ember ebben a világban hogyan gyorsítja fel a dolgokat, önmagát, hogyan választ valamit, ami nagyon fontos. És természetesen nem szabad összekeverni a gyorsaságot a türelemmel, vagy más dolgokkal. A felgyorsításnak a jelentése ugyanis egy másodperc türelem. In action. How much I want to express myself as being drawn to the Creator, to realize his desire. Well, let's go. Let's see. The first passage is from the words of Ramchal, Mesilat Yesharim, in explaining the quality of quickness. Our sages said, the quick ones precede the mitzvot, the precepts. And this is because as it takes great cleverness and a broad perspective to be saved from the landmines of the inclination and to be saved from the evil. És az embernek biztosában kell lenni a gonosztól, amely uralhatja az embert. A cselekedeten keresztül okosságnak tűnik, és perspektívának, hogyha úgy tartjuk meg a parancsolatot, hogy azzal nyerjünk, hogy egyetlen pillanatot se veszítsünk el, mivel ha a gonosz hajlam manipulálja az embert a saját taktikáján keresztül, hogy az embert a bűn felé taszítsa, ezért
El kell utasítani ezt a parancsolat a végrehajtások között is, hogy az ember ezzel se veszítsen időt, és hogyha az ember elutasítja ezt a lehetőséget, mert túl lusta, hogy felgyorsítsa magát, és hogy támogassa a folyamat sebességének növelését, akkor üres marad, és tovább marad kitöltetlen. És az ember természetének, tudják, hogy az ember természete nagyon nehéz, ezért az ember nem vágyik semmilyen munkára, és lehetőségre sem, az ember el akarja nyerni a teremtőért való munkát, akkor a saját természetén túl kell lépnie, és fel kell gyorsulnia, mivel az embernek a saját nehézségét a saját kezébe kell vennie, különben nem lehet sikeres. Ez az, amit Tana mondott, hogy tehát úgy kell félni az egótól, mint egy tigristől, úgy kell vágtatni, mint egy gazella, és olyan bátornak kell lenni, mint egy oroszlán, hogy biztosan elérd a mennyei királyságot. Még egyszer mondja Rav, a minőségek, és azok között a felgyorsítás is az igazolja az egész hozzáállását az embernek a teremtőhöz. Tehát a kapcsolatunk az ebben fejeződik ki, mert én önmagamban nem tudok felgyorsulni, én nem tudok gyorsabb lenni, mint a közösség, hanem olyan tudok lenni, mint mindenki más. Tehát az ember nem tudja felemelni magát a körön kívülről, csak a körön belülről, a kör segítségével. Ezért a felgyorsításnak a lényege, hogyha én valóban alkalmazni akarom a felgyorsítást, akkor a közösség befolyását kell megragadnom, az ő értékeiket, hozzájuk kell tapadnom, és akkor talán ők majd dolgoznak rajtam ahhoz, hogy ez a felemelkedés megtörténjen. És nekem minden egyes alkalommal tartanom kell annak a megvalósítását, ami a felgyorsítást állandóan szem előtt tartja. Tehát olyan mértékben, hogy gyors lenne, amilyen mértékben egyáltalán csak lehetséges, amennyire a közösség befolyásol engem. Tehát amennyire én képes vagyok alkalmazni a befolyásokat. Tehát én önmagamban meg tudom ragadni a könyveket, meg tudom nézni, mit kapok a tanítótól. Azonban ez nem jelenti azt, hogy én dolgozom, a könyvek ereje dolgozik rajtam, a tanár ereje dolgozik rajtam, és a közösség ereje dolgozik rajtam. És itt különböző felébesztések lehetnek, pozitív vagy negatív benyomások, amelyek útközben elérnek engem, amelyek hátulról tolnak engem, vagy előről húznak. Tehát nem lehet mondani, hogy én végzem csak a munkát. Én abban a mértékben, amennyire alávetem magam a közösségnek, amilyen mértékben érzem a fontosságot a közösség irányába, amikor egy kicsit a hiányt kapok tőlük, de nyilvánvalóan ez nem csak úgy születik bennem, hanem valóban felülről kell kapjam. Ez azt jelenti, hogy amikor én hozzájuk kapcsolódom, és ez a kapcsolatok keresztül működtetve vagyok, akkor egy még nagyobb erő jelenik meg, egy agilitás, egy gyorsító erő. Tehát nekünk azt kell megvizsgálnunk ebben a sebességben, hogy milyen mértékben tudok én kilépni önmagamból, hogy valóban az általános edény felől legyek befolyás alatt. Tehát, hogy ha én egyedül működöm, akkor az olyan, mintha valóban az ásványi növény is állati szinten tudnék csak fejlődni, és csak amikor elérem azt a vágyat, ami valóban a rendszerből árad, amit Ádámnak nevezünk, hogy a törött rendszert nevezzük Ádámnak. Tehát tőle tudom megragadni azt a vágyat, amivel összekapcsolódva valóban növelni tudom a célra való sóvárgásomat, és akkor ezen a módon
A sebesség növelés megszületik bennem, és így tudom ezt a minőséget megfelelő módon használni és előreadni. Tehát a minőség, a felgyújtás minősége a 100%-osan a kapcsolaton múlik, a környezettel való kapcsolatban, ahol Adam Harishonnak a rendszere, az egy törött rendszer, ugye azt, ahogy tudjuk, és az a mód, ahogy alkalmazzuk, az nagyon fontos, tehát ezért a minőség a felgyorsításnak az határtalan, tehát minden edény, a teljes rendszer itt van velem szemben, ez növeli az a hozzáállásomat és a sebességet. Tehát én emlékszem, hogy ugye egyszer ott Cvat városában voltunk, Rabas körül voltunk, ez egy kiterjesztett kör volt, az összes veterán ott volt, a rokonok, a tanítványok, és mindenki együtt volt. A következő napon pedig azt kérte tőlem, hogy azt hiszem két éjszakát voltunk ott. Ott egy nagy kert volt a ház mögött, ahol voltunk. És akkor megkérdezte, hogy hogy érzed magad. És én azt mondtam neki, hogy én nem érzek semmilyen felemelkedést. Tehát mindenki együtt dolgozik, de éreznem kéne valamit, kérdeztem tőle. Ő azt válaszolta, hogy neked bele kéne foglaltatni magad a közösség hiányába, a csoport hiányába, és a felgyorsításnak a minőségében, amit ez a csoport ad nekem. Ez az út elején volt még, én még nagyon kezdő voltam. Talán az első nyáron volt, amikor együtt voltam vele. Az ősz felé haladtunk. Tehát nyilvánvalóan figyelnünk kell arra, hogy ez a minőség mennyire fontos. Második idézet. Sorry, we're going to move to excerpt number 12. Az a 12-es számú. Bála Szolám egyik cikkéből, a Samátiból. A 225-ös, önmagunk felemelése. Senki nem tudja magát felemelni a kör nélkül, ezért az embernek a környezetétől kell szívni erőt ezt, és az embernek nincsen más tanácsa, mint hogy még több munkát végezzen a Tórával kapcsolatosan. Ezért, ha az ember önmagának egy jó környezetet választ, akkor időt takarít meg és erőfeszítést, mivel az ember valóban a környezetének megfelelően tud előreladni. És a környezet, mondja Rav, az a teljes hiányt átadja az általános edénynek a törött Adam Harishontól, ezért, amit mi a tízes körül meg tudunk kapni, az gyakorlatilag határtalan, amit számunkra. Tehát a teljes Ensz of Klijét megkapjuk. Ezért egyfelől az ember nem tudja önmagát felemelni a saját körei fölé. Másfelől ugye a kör maga pedig a Malchut Ein Sof. Következő. Most megyünk a kettes számú idézethez, Rabas 3-as kötet. És ilyen módon azt kell tenned, amit Jakob háza, ő pedig azt mondja, hogy mondd nekik először azt meg, hogy hallani fognak az Izrael gyermekei, a férfiak, akiknek azt mondjuk, hogy minden részletet mesél el nekik, hogy mindent meghalljanak. Egy másik dolog, hogy miért a nők lépnek be először, azért, mert ők gyorsak a parancsolat végrehajtásával, vagy másik oka pedig, amiért a nők az elsők, mert ők valóban vezetik a fiakat a Tóra irányába. Ezt magyaráznunk kell, mégpedig a munkának megfelelően, hogy a férfinak és a nőnek a lényege az tulajdonképpen egyetlen emberen belül van, mert az, hogy az ember megszerezzen és kitöltse a saját hiányát, az leginkább a nukvához tartozik, és akkor, ha ez így nyilvánul, akkor a férfit, akkor az a személyt
nőnek tekintjük, ha azonban az adakozás erénye jelenik meg az emberben, akkor férfinak tekintjük, és ismert, hogy minden egyes emberben, tehát minden egyes személy gyakorlatilag maga a kapniakarás, és ilyen módon a kapniakarás nyilvánul meg az emberben kizárólag, először a lolisma állapotában, utána pedig ebben az állapotban jut el az ember a lismába, ezért a helyes sorrend az, hogy először Jákob házának a nevében beszélve először a nők jönnek a sorba, először nekik kell elmondani a munka elején, a belső nőnek, hogy ők nem tudnak még lismában dolgozni, hiszen a lismában az emberben a belső nője nem tud lismában dolgozni, később pedig majd Izrael gyermekei a férfiakban kezdenek el megnyilvánulni, azaz a belső férfiben lehet lismában, azakodásban dolgozni. Ezért a részleteket úgy kell elmondani Jákob házának, hogy meghallják, tehát hogy ők valóban képesek legyenek meghallani a lismának a hangját is. És ilyen módon figyelmet kell fordulni ők minden részletre, hogy minden valóban csak is a lismában legyen végrehajtva. Ez az, hogy legyetek óvatosak, fokozatosan figyeljetek a részletekre. De miért a nők lépnek először? Azért, mert ők gyorsak a parancsot végrehajtásában, nevezetesen a lolisma végrehajtásában, azaz a jutalom megkapásának a szándékával való munkában, és akkor a test fel tud gyorsulni, azonban amikor az adakozás érdekében kell cselekedni, a test nem fog ezzel egyetérteni, hogy az embernek felgyorsítva kell munkát végeznie. Ezért az ember, amikor elkezdi a munkát, hogy megszerezzem, akkor szokás, hogy az embernek gyorsnak kellene először a munkában, más szóval, ezzel a szokással együtt az ember valóban úgy használhatja mindezt, hogy elkezdi a munkát az adakozás érdekében, ez majd csak akkor emelkedik fel, amikor megszerzi az ember a sebesség felgyorsításának az edényeit, ez pedig a lolisma után a lismában érhető el, mivel valóban a nők, a belső nők kezdik a munkát, mert ők vezetik a fiakat a tórához, ez pedig az okozati összefüggés jelenti, tehát először a megszerzés jelenik meg, az oka pedig a megszerzésnek az okozat lesz, tehát hogy az ember valóban képes legyen még több dolgot megszerezni a tórában és a parancsolatokból, azonban az adakozásban nehéz a testnek még több erőt kapnia a munkához, mert az embernek minden egyes alkalommal túl kell lépnie a test ellenállásán, és a lolismában tud még az elején az ember erőt adni a saját kapniakarására, azaz a felkészülés ideje alatt az embernek vannak kész edényei a munkára, ami az adakozáshoz majd később felhasználók lesznek, amikor az adakozás érdekében állapota emelkedik fel. Rav. Tehát nekünk meg kell különböztetnünk, hogy mi a motiváció a felgyorsításra, vagy a kapniakarás önmaga, és akkor magunkat felgyorsítjuk a kapniakarás kielégítése érdekében, ez a belső nő, vagy a kapniakarás ellenében kezdünk el felgyorsulni, és akkor mi lehet a hajtóerő, mi lehet a belső sürgetés, a belső nyomás, ami motivál bennünket, ez egy másik fajta probléma. Ez egy vágy, ugye, amely valóban kívülről jön, tehát ez az irigység, a birtoklási vágy, stb. Tehát mindenképpen a felgyorsításnak a lényege, amikor felgyorsítjuk önmagunkat, akkor valóban elkezdünk a saját vágyunkkal ellentétben dolgozni a cél irányában, amilyen gyorsan csak lehetséges, és egy hatalmas erőt próbálunk megszerezni a belső vizsgálatokból, a tanácsok alkalmazásából, tehát minden a cél fontosságának az erejéből árad, tehát abból, amit a közösség fontosnak tart, és átad nekünk, és amire benyomásokat kapunk a közösségtől, valóban a cél fontossága, a cél elérésének a fontossága, a teremtőnek való örömokozásának a fontossága, stb. És akkor ennek megfelelően tudjuk megszerezni a felgyorsítás minőségét, amely megformálódik bennünk. Azaz, ez egy eredménye sok-sok felkészülésnek, amit az ember csinál, és ezért nekünk fel kell készítenünk magunkat, úgy kell működtetni magunkat,
Tehát akkor jön ilyen kérdése van. Először is van egy félreértés itt az orosz edény szempontjából, hogy mi a sebességnek vagy felgyorsításnak mi a helyes orosz fordítása. Valójában, mondja Rav, most Rav keres az orosz szót, most elmondta. Mert a felgyorsítás az az agilitással, ugye az angol szó az, de... Most megkérdezte a többi orosztól a teremben ül, hogy milyen szó lehet erre még. Tehát ez a felgyorsításnak ez a fogalma az... De nem a sebességre vonatkozik ez, hogy nagyobb sebességgel halad, hanem egy nagyobb agilitás van mögötte. Az agilitás mögött ugye akarat van, ugye ez a lényege, tehát az angol szóban ez van mögötte. Tehát Sustress, mondják oroszul. Tehát ez ebben a definícióban egy koncepció meg, tehát itt valójában egy minőséget akarunk elérni és megszerezni a sebességnek a minőségét, ami egy választáson múlik, tehát hogy hogy emelkednek a kapnakaráson fölé egy kiegészítő vágy hozzáadásával, amit a környezetől kapok, és akkor így érem el a sebességnek, a gyorsulásnak a minőségét. Nyilvánvalóan azt a környezetől kapom ezt a vágyat, ami ezt segíti, ezt a felgyorsulást. Ez jelenti, hogy ezért vagyok gyors. To be drawn to the goal. Tehát a cél felé gyorsabban, vagy erősteljesebben vonzódom. Oké, mondja Raff, röviden. Ezek a szavak körülbelül letisztázzák, hogy miről van szó. Nessi. Andrejtől, Szentpéterváról kaptok egy kérdést. Itt egy állapotról beszélünk, amikor ülünk egy autóban, egy viszonylag nagysebességi úton. Vannak sebességhatárok, a kérdés az, hogy az ember honnan tudhatja, hogy minden elemet megfelelően használt, hogy általánosabb is képes legyen a maximális gyorsulást kihasználni. Tehát hogyan lettünk mi egy állandó állapotban, hogy ezt a minőséget, ezt a felgyorsulást, ezt ki tudjuk használni. Mondva, hogy bármit megtehetsz, az van mondom, bocsánat, hogy amit meg tudsz tenni, ezt tedd meg. Tehát nyomd a gázpedált, amennyire csak lehetséges, meg amire tudod. Nincsenek, itt nincs tábla, amire kimondja, hogy ennél már ne, gyorsabban. Amikor te haladhatsz előre, akkor haladj. És amikor az ember látja, hogy milyen mértékben van képes ezt alkalmazni a közösség érdekében, a világ általános fejlődése érdekében. Valójában itt arról van szó, hogy a mi időnkben most semmilyen a behatárolság nincs ebben. Amilyen gyorsan csak tudsz venni, annál jobb. De ne felejtsétek el, hogy ez nem egyszerűen arról van szó, hogy az ember elkezd futni vagy rohanni, hanem meg kell szereznie a hiányát a környezetnek, és ez a hiány adja meg azt, hogy tudsz eladni. Oké, tehát akkor ha hiányról beszélünk, az a környezettől kapjuk. Tehát a kérdés az, amit Martin Rigából kérdez, hogy aki gyorsabban hajtja végre a parancsot, mit jelent ez? Tehát a szeres felemelni önmagad, hogyan lehetünk ebben megfelelő sebességében? Nem tudjuk betartani a parancsotokat, anélkül, hogy ne éreznénk a sebességnek a hozzáadását, hogy valóban képesek legyünk egy kiegészítő hiányt hozzáadni kívülről el. Tehát, hogyha mi a hiánynak megfelelően haladunk, akkor valóban a saját vágyunknak megfelelően tudunk eladni. Tehát egyszerűen nem kell figyelembe venni semmi más, csak ezt. Tehát az egész hozzáadása ehhez a vágyhoz, azt kívülről kell megszereznünk, azaz nekünk az általános edényhez kell kapcsolódnunk, és akkor valóban így kell működtetni magunkat a kapcsolat irányából, hogy amikor magunkat a kapcsolat irányából működtetjük, akkor így kapcsolódunk
kapcsoljunk össze edényeket egymással, amiben mindenki megjelenik a kiegészítő hiány, és akkor valóban megjelenik egy új minőség, amely a sebesség minősége. A saját hiányomhoz hozzáadom a külső hiányokat. Tehát a minőség, mondja a felsőzés minősége, annak jelen kell lennie minden egyes parancsolatban, minden egyes korrekciós lépésben. Oké, mondja Nessi. Tehát a korrekció akkor az a... Tehát minden alkalommal hogyan lehet a korrekciót a sebesség növelésnek megfelelően értékelni? Hát az, hogy mennyivel tudtok összekapcsolódni egymással. Oké, mondja Nessi. Tehát megfogom barátomnak a vágyait, akkor hogyan lehetek még gyorsabb az egészbe? Az, hogy kérsz, mondja rá. Tehát ezeket a vágyakat elkezdett betölteni, nagyon gyorsan hozzákapcsolod az imádhoz. Tehát a saját vágyaddal nem tudsz felgyorsulni. Tehát te csak a másiknak a vágyára tudsz kérni. Tehát mondjuk én megfogom a hiányt a környezettől, kapok egy extra hiányt, és csak is ezzel a hiánnyal vagyok képes korrekciót kapni, azaz korrigálódni a kapcsolatunkat. Hát mi más kérhetnék, hanem ezt. A saját kapcsolatunkat kell korrigálni, mert ez rendszer törött. És itt egyetlen parancsolat van, mindent korrigálni kell. Tehát valóban olvasszunk össze mindent. És ez az, ahogy nekünk el kell érni az összetapadást. Szent Péterben kérdezi valaki, hogyha mi az imáról beszélünk, tehát ha gyors vagyok, mit jelent ez, hogy akkor aki a sokaság imáját emeli föl, az mindig a sokaság imájában is van. Ez az, amiről ez szól, valóban mondja Rav. Tehát az árvút és a szövetség, amit megkötünk ezzel együtt, ezzel kapcsolatosan. That we have to commit to, or we keep all these things without letting go. It's all ahead of us. Ezek mind előttünk állnak. Oké, de akkor együtt kell imádkoznunk. Kosszor Litvániából kérdezi, hogyan tudjuk felgyorsítani az időt, hogyha mi egy virtuális csoporthoz tartozunk. Ez lényegtelen. A virtuális csoport még jobban tud dolgozni, mert az embernek éreznie kell az üres teret, ami a virtuális kapcsolat hiánya tulajdonképpen. Mert körül az emberben a nyílt térben eltűnik. Tehát a virtuális csoport az az embert még jobban kényszeríti a kapcsolatra, mert érzitek a kapcsolatnak a hatalmas veszélyét, a kapcsolat hiányának a hatalmas veszélyét. De ott, aki minden reggel találkozik, minden este találkozik, ott éppen ellenkezőleg van ez. Tehát általánosságban mondja Rav. Minden, ami meg volt teremtve, az a korrekció érdekében megteremve. Én nem látok semmi mást, ami ezt hiányozna, tehát az embernek csak dolgoznia kell, és meg kell tenni mindent, amit meg tud. A vágyak megszerzéséről, amik a környezettől való megszerzés jelenti. Gerson kérdez. Tehát nyilvánvalóan az emberben élnek a barátok, és azok a hiányok, amit a barátoktól kap. Tehát akkor... Rav, mondhatsz, amit akarsz. A lényeg az, hogy megszerzed a hiányt a környezettől, vagy nem. Tehát neked meg kell szerezned egy hatalmas lehetőségeket, tehát mert különben nem jó a környezetet, hanem szerzel meg. Ja, hát ezért kérdezem. Tehát lehetséges, hogy ezáltal felé lesz tesz egy kiegészítő erejű kapcsolatot, ami a közösségben. A parancsolat mit jelent? A parancsolat azt jelenti, hogy megragadsz valamit, ami engem ellát, és én ezen keresztül még jobban összekapcsolatok a többiekkel. Ez a parancsolat lényege. Tehát ami az adományozni akarás felé nyom engem, azt aktiválja bennem. Oké, tehát itt ül 300 barát, világos az én számomra, hogy ők adakozni akarnak, hogy elérjék a célt. Hogyan mérhetem a vágyat, ami nekem van ezen keresztül, tehát hogy a lecke után hogyan tudom ezt megosztani, tehát hogy megszerzem az ő vágyokat, vagy csak egyszerűen megpróbálom az a vágyal, ami éppen nekem van. Hát gondold végig, magyarabb. Hát kérd, de azt, hogy ezt meg tudod vizsgálni. Ez ennyire egyszerű. Nem fog neked azt segíteni, hogy egész nap reklamálsz, hogy miért nem kaptál nagyobb vágyat. Tehát munkát dolgozni kell, nem reklamálni. Tehát nekem össze kell kapcsolódni a többiekkel. A többiek hiányával, bármilyen hiányuk is legyen. És ez azért kell, hogy bennünket egy rendszerbe vigyen, egy szívbe ez az egész.
You can't. Különben nem fogunk egy millimétert sem megadni. Tehát nekem ezt meg kell tudnom tenni, ahhoz nekem okosan kell tudnom kérni, imádkozni, mert ez sokasági már pontosan erre irányul, ez amire ilyen nappal foglalkozni kell. Tehát a többiek hiányára kell kérnem. Pása Moszkvából kérdezi, a sebesség, gyorsításnak a minőség az egy belső erőfeszítés, vagy külső cselekedetek eredménye? Mi mindig belső erőfeszítésről beszélünk, a belső állapotokra vonatkozólag, és ez általában külső cselekedet is igényel, mert mi a cselekedet világában élünk, az asszia, ugye azt jelenti, és hogyha én a külső cselekedeketben valamit végrehajtok, akkor na, ezt most nem értettem. Tehát a cselekedet igazolja, bocsánat, a cselekedet igazolja a szándékot. Tehát Szergej Moszkvából kérdezi, hogy a barátok a tízes körben hogy tudnak a sebességgyorsítás minőségén dolgozni. Ez egy jó sok kérdés. Neszi, mit akarsz kérdezni? Én azt szeretném kérdezni, Rigából kérdezi, társa Latviából, Litvániából. A sebesség növekedés nagy erőfeszítés követel tőlünk állandóan, na de hogyan lettünk ebben az állapotban állandóan? Hát állandóan, mondja, amikor belépsz ebbe a minőségbe, akkor neked a lelked korrekcióját kell figyelembe venned. Tehát itt nem valami másodlagos vagy véletlenszerű dolog történik, hanem egy folyamatos munkát kell végezni, hogy az ember érezze, hogy valóban... Oh, I really did also. Okay. I actually like doing it going. Tehát, hogy képesek legyet, ugye az én feleségem főztem, mindig nem tudom, milyen kajáról beszél most rá. To pick mushrooms. És hogy sokszor ment el gombát szedni ehhez. Te mit akarok mondani? Azt fog gyorsabban leves főzni, ez volt a lényeg, aki több gombát tud szedni az erdőben. Tehát neked nyilvánvalóan ezeket a belső gombákat neked kell összeszedned a kosaratban, hogy ezen keresztül azt érez, hogy mindig hozzáadsz a saját ételedhez, a saját levesedhez gombát, amit összegyűjtöttél, nyilvánvalóan nem, mintha az a tied lenne utána, de valójában elmész, és az egész általános edényt korrigálod a te oldaladra azzal, amit csinálsz. Tehát nyilván ezért neked ezen a módon minden emberhez hozzá kell adni valamit az ő lelkükhöz, azt, amit összegyűjtöttél, és ezen keresztül Adamon is annak a lelkét állított helyre, azzal, amit a többektől összegyűjtögettél. És hogy lehet ezt elkerülni, hogy ebből valamifajta hasznot hajts, vagy érezd magadnak? Tehát nyilván ezt a munkát neked minden alkalom úgy kell elvégezned, hogy aktiválod a saját egódat. Hát nézzétek meg, az egó mennyit működik ezen belül. Neszi. Oké, de pontosan erre irányult a kérdés. Tehát, hogy Bakuból jött egy kérdés erre vonatkozólag, hogy amikor mi a fénynél dolgozunk, akkor fel kell fedeznünk a gonosz hajlamunkat, az egónkat. Tehát ebben az állapotban érjük el a felgyorsítást, és hogyan lehet az, hogy ez valóban biztosan lehetünk, hogy az egón fölé emel bennünket. Ez nem a mi problémák. Ez nem kell foglalkozni. Ezt majd reformáló fény megoldja, az korrigál bennünket. Tehát nekem a lelkeket kell összegyűjteni, nekem a kollekcióról kell gondoskodnom. Tehát, hogy én mennyire tudok adakozni a többiek felé, ez egy másik kérdés. Nyilván az egomon belül vagyok, azon dolgozom, de egy növekvő sebességgel. Tehát amikor én minden cselekedetet végrehajtok, akkor azt jelenti, hogy önmagam a fény hatására lakom, és mondja, hogy korrigál engem. Nekem nem ezzel kell foglalkoznom. A vágyaimon való munkát a fény végzi minden esetben, a sebesség lehet különböző. Tehát nekem nem kell önmagamnak hazudni, hogy most a kollekcióm nagyobb. A fény fogja megtenni, amit meg kell tennie, meg fog tenni mindent, amit lehet.
Tehát Viktor Szentpéterváról kérdezi ugyanezt, hogyha mi növelni akarjuk az egónkat mondjuk az irigységgel a barátok irányába, tehát nyilván az egónak a növekedése vezet bennünket a nagyobb fejlődéshez, akkor azt a csoporton belül hogy fogjuk korrigálni ezt a megjelenő extra adót, extra egót? Annyira mai lehetséges fel kell ébreszteni mindenkit. Ez a lényeg. Tehát neked van egy egoista forma, ami szükségszerű, hiszen nektek egymás kell aktiválni a saját egótokat a korrekcióra ráébreszteni. És egészen az út legvégéig, tehát addig, amíg a legnagyobb zivug meg nem történik a korrekció végén, az ego bizony működni fog, és segíteni fog bennünket. De nekünk állandóan a helyes oldalra kell vinnünk a korrekcióban az egót. If you're asking, then I can't say no, because you're the tenant, really, the group that is... Nyilvánvalóan ti a tízes kör vagytok most, akik feladatban vannak, nektek ezt kell alkalmazni. Mit jelent, kérdez a következős srác, hogy tegyél meg mindent, amit meg tudsz tenni? In truth, igazából magyarabb. This is called to be... Beyond ezt mondjuk az erőnkön túli erőfeszítésnek. Hát hol van a határvonal, ami meg tudunk tenni, tehát amikor kérjük azt, hogy az Urat, hogy ő fejezze be a munkát, tehát van a fénységgel, a többi pedig ugye a fény teszi meg, de mégis amit képes vagyok én megtenni, hogy mit tudok tenni a korrekció érdekében, ha felfedeztem, akkor azt meg kell tennem, különben az Úr nem tudja megtenni a saját munkáját. Na, adod a gyorsan a barátodnak? Lehetséges azt mondani, hogy a sebességnek a minősége adja meg a felgyorsítás sebességét? Tehát lehetséges megvizsgálni ezt kívülről, ezt a felgyorsítási sebességmértékét? Nem. Nem, ezt nem tud mérni, nincs olyan sebességmérő órát. Általánosságban sem. Ami lehetséges, az, hogy részlegesen, annak megfelelően a kabbalisták leírtak a könyveikben, annyit mondhatsz, hogy ebben az állapotban valóban elérte egy adott szintet, de azon az adott szinten, hogy mérjed a sebességet, erre nem írtak semmit. Tehát ez egy Bála Szulám néhány oldalon keresztül elemezgeti, hogy tehát, hogy a egy-egy szinten belül miért tudod mérni a fejlődésedet, de azért pontosan meg kell érteni, hogy mi az a szint a szinten belül, amiről ír. Tehát igen, Bála Szulám ebben az állapotban volt, azért ő lemerte ezt írni. De mi nem vagyunk abban az állapotban, tehát nem tudjuk leírni. Tehát mindenek előtt el kell érni az állapotot, amikor valóban általánosságban a szinten belül a körülölő fénnyel, az ott nőves, az ormakifel eléred ezt, és azért minden kabbalista a saját maga eléréséhez tudta viszonyítani azt, amit elért, ezért hívjuk szentkönyveknek, mert ő elérte ezeket, tehát amit ő leírt, azt ő el is érte. Rav. Tehát az, hogy mi egymásnak kérünk, az egy időfelgyorsítási probléma? Hát ezt én nem mondhatom. Tehát most az mit jelent, hogy kérsz a másiknak? De nyilvánvalóan ilyen módon, hogy fogod az időt felgyorsítani ezáltal? Tehát nem tudom. Tehát a sebesség növelés, tehát itt látszólag megjelenik a sebesség a kérdése, amivel valóban felgyorsítjuk, gyorsítani az időt, az idő a spiritualitásban, az a cselekedetek számával, az egy mérhető, tehát én nem látok egyetlen cselekedet sem, amit na a felső erő hajtana végre, és tehát én egyetlen egy dolgot tudok tenni, ahogy a felső erő befejezett egy cselekedetet, én rögtön előkésztem a lehetőségét a következő cselekedetre, a felső erő. Tehát én sebességem az nem attól függ, hogy én szaladgálok-e, hanem attól, hogy minden egyes alkalommal detektálni tudom, hogy új hiányt viszek a korrekcióra. Ez a hiány, az pedig a környezettől származik, a kapcsolatból a többiekkel.
Tehát a köztelenlővő kapcsolat és a többiekkel való kapcsolat az, ami a korrekciót megjelenti, és ez az, amit minden alkalommal korrigálnom kell, a többiekkel való kapcsolatomat. Tehát nyilván minden alkalommal egy különböző szinten, különböző módon ragadom ezt meg, és ez a felgyorsításnak a lényege. Tehát a felgyorsítás azt jelenti, hogy én a környezethez kapcsolódom annak érdekében, hogy megtaláljam, hogy rátaláljak a törött, új törött edényeimre, és hogy minden alkalommal megújítsam ezt az új hiányt, azáltal, hogy még jobban összekapcsolódom a többiekkel ennek a korrekciónak az érdekében. Milyen fajta cselekedet kell a barátok között, ami a leggyorsabban meghozza a fejlődésünket? Hát ez az irigység, a féltékenység és a tulajdonli vágyás. Tehát röviden, nincs több, mint egy példa, amit a másokon keresztül láthat. Így tanítjuk egymást. Tehát nyilván az oktatásban az egyetlen dolog, amit kijelenthetsz, ami egy alapvető dolog, ami jól működik, az a példa. Oké, tehát nekem példát kell venni a barátokról, tehát úgy kell rájuk nézni, hogy valóban érezzem, hogy én is azt akarom birtok, ami nekik van, és irigylem azt, amit ők elértek. Na, hanoknak agyamának, hogy gyorsan oda szegénynek a... Tehát nekem föl kell gyorsítanom a környezetemmel kapcsolatomat, tehát én beteg vagyok, ez is hanoknak hívják egyébként, nem csak az ügyvédet. Tehát akkor elmegyek az orvoshoz, hiszen neki megvan a lehetőség, hogy gyógyítson engem, és a betegség hogyan fogja megadni nekem a helyes irányultságot, hogyan működik ez? Tehát ez hogy kapcsolódik a felgyorsításhoz? Hogy a doktor a gyógyítást kapott lehetőséget? Én nem értem a kérdést. Tehát ő megkapja a gyógyítást az engedélyt is. Tehát én beteg vagyok. És én nem akarok semmit megkapni a környezettől, hanem egyszer elhúznak az orvoshoz, mert ő neki megvan a lehetőség, hogy meggyógyítson engem. És akkor én gyorsan meggyógyulok. Én nem értem ezt az egész problémát. Tehát szerintem túl komplikált, de ha én beteg vagyok, akkor a betegségem az a, hogy a köztem és a környezeti nem korrigált kapcsolatból származik, tehát valamifajta zavar van a környezet és köztem a kapcsolatban, és akkor ezáltal nekem a teremtőhöz kell fordulnom, aki az orvoson keresztül fogja meggyógyítani. Az orvos a teremtő, aki valóban meg akarja gyógyítani az összes betegségemet, tehát ha hozzáfordulok, akkor közöklévő kapcsolatban kell gyógyítást elérnem, hogy valóban a lelkem egy részét korrigálni tudjam a kapcsolaton keresztül, és akkor valóban én újra visszajön az egészségem. Tehát itt mondtuk, hogy az irigység, a vágy és a birtoklás hogyan kapcsolódik a teremtő keresztül, hogy, tehát hogy lehet az, hogy gyorsabban kérjek a teremtőtől? A belső sürgetés nem megfelel. Oké, tehát nekem a betegségnek jobban érzem a fájdalmát, vagy mi? Tehát nyilván az a betegség, amit konstatálsz magadban, akkor nyilván ennek megfelelően tudsz te a hiánnyal együtt a teremtőt fordulni. Oké, tehát nyilvánvalóan ezeknek a hiány okozza nekem a betegséget, hogy nem irigylem eléggé, meg nincs meg bennem eléggé azt, hogy ugyanazt el akarom érni, amit a barátaim? Nem, hát neked azt kell kutatni, mi a rossz benned, milyen fajta betegséged van. Attól függően, na igen, Mr. Jeruzsálem, te mit kérdeznél? Én azt látom, hogy nagyon sok kérdés bukkan itt föl, arról az állapotról. Igen? Tehát nem, hagyjuk a bevezetést, tedd fel a kérdést magyarabb. Tehát megnézzük a felgyorsítás kérdését. Hát Ramchal ez Brighton, én nem tudom, hogy erről semmit. Én nem értem, mit kérdezel. Mit jelenti pontosan a sebesség, az mi? Tehát mielőtt én be nem fejezem, lejjenek egy bizonyos kóser minőséget, hogy lehet gyors felgyorsítani. De mi nem ezt a két dolgot tanulmányozzuk. Tehát ne vigyél bennünket olyan kérdésben, amire nem kérdés, ami számunkra most. Oké. Tehát mi pontosan mi az, ami elvezet bennünket a sebességnövelés? Az a vágy, a hiány. Tehát nem vagyok annyira okos, mint te, mondjam.
I'm not, you know, as educated. Nem akar. Illiterate. Csak egy ilyen egyszerű alak vagyok, mondja Rav ennek az embernek. Oké, tehát Rav, tehát össze tudjuk gyűjteni a hiányt a barátoktól. Ez a törésnek a feltárulása valójában? Hát persze. Hát mi más lehet? Honnan venni a hiányt? Oké, tehát a törött hiányokat összeszedni ez valójában, ami kölcsönös vágyunk a kapcsolatra? Tehát én akarok, nem tudjuk teljesen így összekapcsolni, de mert én érzek egy, így érzem a törést, a mások úgy a törést, nyilván ezt majd az általános évük után fogjuk tudni egyáltalán kiegyenlíteni, de mi nem tudjuk a másik mit érez töröttnek, tehát az a lényeg, hogy egyébként mindenki a saját törésében van, viszont a korrekció közös kell legyen. Oké, tehát milyen cselekedet után jutunk el oda ahhoz a hiányhoz, ami a kapcsolat hiánya, tehát milyen cselekedet kell ahhoz, hogy mi valóban elkezdjük érzékelni, hogy nem vagyunk összekötve egymásra. Tehát hogyan tudjuk a hiányokat kumulálni egymásra? Hát a leválás az azon múlik, hogy meg fel tudja tárni, mennyire nem vagyok kapcsolatban. Oké, tehát akkor mit fedezek én föl a saját vágyam, hogy nem vagyok összekapcsolva, nem a barátok érdekében akarok cselekedni? Így van. Ha te megkísérelsz a barátok érdekében dolgozni, akkor fel fogod fedezni, hogy egyáltalán célt tudtani semmit. Oké, és minél jobban megpróbálom felgyorsítani önmagamat, hogy ezzel az állapotban viszonylag gyorsan menjek keresztül, tehát akkor természetesen ez az egész emelkedés a szinteken, tehát először rá kell jönnöd arra, hogy sokkal rosszabb állapotban, mint gondolod, tehát ebben ez a legészben... Na ki gondolta, hogy ez a srác ezt megkérdezi, mondja Rab. Tehát a 10-es körből, aki most feladatban van, látjuk, hogy szeretnék felteszni a kérdést, hogy hogy lehetünk felelősek azért, hogy gyorsabban reagáljon a közösség. Tehát mindenki a saját irányába húzna egyébként, mondja Marik, és egy olyan állapotban vagyunk, hogy össze kell kapcsolódni. Tehát ezt megelőzően mindenki a saját helyén ül, mindenki, bár látszanak megölő a másikat, mégis hogyan tudunk a saját nézőpontból kijönni ahhoz, hogy a felgyorsítás a lenullázása keresztül támogatást kapjon. Tehát nekem le kell nullázni magam a barátok irányába, hogy elérjem azt a minőséget, ami a felgyorsítás kell. Tehát én nem értem pontosan, hogy azt, amit mondasz, de nézzük meg, mi történik itt. Tehát nyilvánvalóan itt két ellentétes, egymásnak ellenmondó dolgot kell kezelni. Tehát egyrészt össze kell kapcsolódni. Tehát én nyilván egy személyes hiányomban maradok, és minden alkalommal felfedezem a törött edényt egyre jobban és jobban. Tehát ez a saját pontomnak az összehasonlítása a kölcsönös vágyal. Tehát ugye mennyire vagyok képes érezni, hogy a közös edényünk törött. Senki más nem tudja ezt érezni, csak én. És valóban mindenki érzi a saját szívén keresztül Adamarsonnak a törését, önmagán belül. És nyilván ő a saját pontjából emel vágyat, tehát ilyen módon, tehát hogyan tudunk egymásban, tehát pontosan ezt akarja teremtője törésen keresztül, hogy ez a fajta hatalmas erőt, amit ilyen módon a törésből birtoklunk, lényegtelen, hogy hogyan, de hogy ez adja a függetlenségünket, hogy mindenkinek megvan a maga a látásmódja, az egyedi képe, mint ha lenne egy ilyen szemigazolvány száma, amit senki nem tud helyette megtenni, csak ő. Nekünk e felett a hiány felett kell összekapcsolódnunk, tehát mindegyünknek nyilván el kell érni a saját maximális hiányát a környezeten keresztül, tehát mindegyikünknek össze kell kapcsolódnunk a saját hiánya felett a többieknek a hiányával. Tehát én nem tudom eltörölni a saját hiányomat, nem tudom és nem is akarom eltörölni. Nyilván a barátok se a sajátjukat, tehát össze kell kapcsolódnunk a szeretet lefed minden bűnt, tehát így kell összekapcsolódnunk.
Ezért mindenki a saját belső vizsgálatában marad, de ezen túlmenően mi összekapcsolódunk együtt is, és amit mit kapcsolunk össze, nyilvánvalóan a teremtőnek az elfogadását kapcsoljuk össze, mert ezzel fogjuk tulajdonképpen elfogadni, hogy a másodnak a hiányát kell felemelni. Is somebody there? Yes? Valami papírt adott, Pusinak kell odaadni. Is it possible? Tehát lehetséges megmérni a felgyorsítás minőségét a belépések és kilépések számával. Így van. Tehát hogy a barátok, de nem a barátok hiányában foglalkozom ám annyira, akkor én a kapcsolattal foglalkozom. Mert a kapcsolat köztünk, ami kialakul, ezt nevezzük úgy, hogy én segítem őt. Mert egy kapcsolatot kínálok a fénnyel, önmagamon keresztül a barátnak, és ezáltal megmentem őt, egy kötelet dobok neki, amit ő megragad, és ezen a módon megmentem őt. Én nem az ő hiányában foglalkozom, hanem a lelkével. És én valóban a hiányt azt majd a köztük levő kapcsolatban fogjuk megkapni, látom, amely majd először a leválasztottságból az összekapcsoláshoz vezet, és akkor nyilvánvalóan az én nekem úgy tudom őt megmenteni, hogy őt azért felső szintennek tekintem az ő köztük levő kapcsolatot. Oké, hát pont erre gondoltam, tehát szolgálom az ő hiányát, azáltal, hogy összekapcsolódok vele a magasabb szinten, tehát röviden. A kérdésem az, na, a kérdés összetett arra, mert csak egy gondoltam is át, hogy a sebesség az attól függ, hogy milyen gyorsan tudsz hozzákapcsolódni másokat. Tehát a tízes feladatban lévő tízes kör kell, hogy felgyorsítson mindent. A szerepe a tízes körnek, aki feladatban van, az minden alkalommal a témával kapcsolatban kell az egész világcsoportnak felébresztéseket küldenie. Oké, a kérdés, mondja Mari, a másik tízes körök irányába, tehát a feladat után. Tehát nekünk érezni kell a belső kötelezettséget, hogy felemeljük ezt, és meg tudjuk érinteni egymást, ami majd túlemel bennünket a leválasztottságon, és miután vége van a feladat, nekünk bele kell foglaltatni magunkat, majd a 19-es kör, az lesz a következő. Te vagytok a... Nem, akkor a 20-as, mert ti vagytok a 19, ki a 20-as kör. Ezt mondtam, hogy jaj, ti vagytok azok. Kik ezek? Na, majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek. Mi a téma? You're also there. So, complaining. According to your face, that would be a good one. Tehát jó választás az arcodon megnézni. Az alávetettség, ez lesz a téma. Okay. Te miért tudtok alávetni magatokat? Oké, vagy önátadáson is. Oké, Marik, tehát én nekem... Tehát nyilvánvalóan majd egy új állapot lesz az alávetettség. Tehát nyilvánvalóan ez egy új állapot hoz. Tehát van egy kapcsoló, ahol át kell váltanunk a felgyorsításba az alávetettségbe, de nyilvánvalóan ennek megvan a maga szabályrész, hogy ezt megtenni. Oké, tehát akkor mindenki visszatér a saját sarkába, és nem érik így meg egymást? Nem. Hát miért visszatérned a saját sarokba? Te mindig a saját sarkodban ülsz. Sőt, neked ki kell törnöd magadból a saját körödbe, és ezt mind annak érdekében megtenni, meg tud vizsgálni, és korrigálni tud ezt az új irányultságot, ami majd az alávetettséget adja. Hát hogy lehetne másképp, mondja Rav, hogy két-három emberről tudjon kapcsolni, vagy mindenki tudjon kapcsolódni. Tehát valóban egy parcufot kell kialakítani, és ez a parcuf nyilván itt kezdődik a csoda a spiritualitásban, mert a spiritualitás parcuf az valóban úgy válhat teljessé, minőségben és minden másban, hogy ellentétes minőséget összekapcsolunk.
ugye a parcuf az mindig adakozás, hogy megszerzést tudsz kapcsolni. Tehát itt nyilván a felső fény az el tudja rendezni a kapcsolatot két eredetes dolog között is az emberen belül. Olyan minőségű belül, amelyek tök ellentmondanak egymásnak, nagyon ellentétesek, semmi közük nincs egymáshoz, és mégis kapcsolatot teremt köztük, és egyetlen parcufba kapcsolja az eredetes felsőket. Bal, jobb, középső. Nyilván a megszerzésnek és adakozásnak az erejét vezeti össze. Tehát ennél nincs nagy ellentmondásá, mondjam. Tehát hagyjuk, hogy a felső fény összekapcsoljon bennünket olyan módon, hogy parcuffá váljunk, és akkor meg fogjuk látni, hogy a felgyorsítás és minden más, meg az alávetettség, meg az önátadás hogyan tudja egyszerre megjelenteni ebben a parcuffban. Tehát nyilvánvalóan a felgyorsítás meg az alávetettség két tök különböző fogalom ám. Tehát ezek egymásnak még ellen is tudnak mondani. Oké, de az a félelem, amit a tízes kör érez, hogy mindenkinek... Tehát amikor én nem vagyok feladatban, akkor mindenkivel látszólag kapcsolatok. Ez nem jó, mondja Rak. Tehát nekem nem szabad azért kevesebbé lelkesnek lenni, mert nem vagyok a feladatban. Tehát nyilvánvalóan... Tehát nem csak egy csoportnak adunk lehetőséget, hogy hirtelen besózva legyetek, hanem azt, hogy mindig érezzétek ezt, mondja Rak. Tehát van 30 csoport, mondjuk, és mindenféle kiegészítő minőséget, meg témákat kell találnunk, tehát az nem jó, hogy... Hát mit akartok kezdeni ezzel? Tehát vártok addig, amíg a 100-ból valamilyen módon kaptok egy felébresztést, milyen fajta korrekció lenne ez? Tehát nekünk fel kell ismernünk, hogy a téma, amit mi kapunk, az a tízes körben véletlenszerűen jelenik meg, de hát most mi pont nektek így találtunk a felgyújtásnak a témáját, de ez a minőség mindenkihez tartozik, nem a te minőséged ez, nem örökre lesznek a felgyújtás feladatában. Tehát a világcsoportnak most a felgyújtásról kell, a felgyújtás témáját kell inspirálnatok a világcsoport számára, de ez éppen így adódott. Oké, folytassátok, te is a tízes körhöz tartoztok? Kérdezi valakitől Rav. Az embernek ezt a minőséget lolismában kell alkalmazni. Nyilván, amikor még magáért csinálja. Hogyan tudjuk ezt az irányultságot az adakozásra felhasználni? Tehát hogyan tudjuk a sebességet a lismában használni? Mi beszéltünk már erről, ám, mondja Rav, néhány nappal ezelőtt, talán néhány perc előtt még itt is, mondja Rav, hogy az emberek meg kell szerezni a barátaitól különböző állapotokat. Tehát arra van szükség, hogy én megszerezzem mind a törésnek a minőségeit, mind pedig a törésnek a módját érezzem, a törés karakterét. Tehát nekem éreznem kell, hogy nem azt, hogy mondjuk azt érzem, hogy távoljuk a barátomtól, miért? Mert én szereti az édes, én meg a savanyút kamálom, mondja Rav. Tehát én érzek egy másik barátot, aki egy másfajta távolság van köztünk, szereti a rockot, én meg a klasszikus zenét. Rengeteg ilyen formát találtok egymás között, ez egy dolog. Egy másik dolog pedig az intenzitás, hogy ennek ellenére mennyire tudjuk azt érezni, hogy ez nem leválaszt egymásról bennünket. Tehát mindenkinek benyomást kell kapni a különböző módon erről. Ez egy kicsit olyan, hogy van egy hitlapsút, meg egy aviút, tehát valóban ez adja meg nekünk az ízeket, és akkor a vaskosság az egy intenzitást ad nekünk, nem túl sok mindent tudunk ezzel kezelni, tehát nem komplikáltabb ez, mint bármely más esetben, tehát nekünk figyelmet kell fordítanunk erre a két dologra, tehát a fények beöltözésére és az edények vaskosságára ráöltözik, tehát az én tízes körben lévő kapcsolataimon keresztül mind a kettőt kell éreznem, a távolságot és a törésnek a mértékét, tehát a távolságot, amit a törés okozott, és az intenzitását a különbségnek, és akkor itt nagyon sok belső állapot van még, vagy lehet még.
Tehát adod neki a mikrofont, és akkor térjük vissza a szöveghez. Nagyon sok kérdés van itt. Tehát mi a legjobb módja annak, hogy meg tudjuk vizsgálni ezt a témát egy workshopon? Tehát lehet, hogy most egy kicsit workshoponunk kéne. Tehát, hogy ne fejezzük be, hogy a napot, hogy nem vizsgáljuk meg ezt a minőséget egymás között. Jó, akkor egy rövidebb módon csináljuk ezt magyarul. Mi hiányzik nekünk a sebesség növelésen kívül, hogy meg tudjuk valósítani a korrekciónkat? Tehát van valami más, vagy tudnánk növelni a sebességet, viszonylag gyorsan a végére érnénk ennek a dolgok. Tehát mi hiányzik a felgyorsítás, tehát a sebesség növelés minőségén túl. Hogy ezt meg tudják valósítani, akkor lehet, hogy ez lenne a legjobb módja, hogy ezt megvalósítsuk. Tehát, amit eddig hallottunk, az engem nagyon lenyűgözött, hogy mi a fontos. Ami fontos, az a barátoknak a nagyszerűsége, a közösségnek a fontossága, és így leszünk képesek használni a sebességnövelést, hogy minden alkalommal valóban növelni tudjuk a sebességét. A barátok nagyszerűsége, a tér nagyszerűsége, mondjuk a következő. Meg azt, hogy milyen gyorsan fogadjuk ezt el. Tehát röviden ezeket a minőségek látszólag, hogy fognak példaként szolgálni mi számunkra, vagy ezek a minőségek helyes módon kerülnek alkalmazásra, avval a feltétel, nekünk megvan a közösségtől a megfelelő minőségünk, akár a teremtő nagyszerűség, és hogy képzeljünk ezekkel együtt dolgozni, és akkor ez az adakozás minőségét gyorsan bejelenti meg köztünk. Következő. Én emlékszem, hogy az elején az eltérések, az elején a munkának mennyire hatalmas eltéréseket vezetnek a munka vége felé. Ezért a felgyorsításnak a lényege az, azért az, hogy a helyes irányba végezzük ezt a felgyorsítást. A hiány, amit mi a barátokkal kapcsolatban gyűjtünk össze, nagyon fontos. Tehát nekünk valóban a saját természetünk fölé kell emelkednünk. És hogy megjön a képességünk, hogy ezt végrehajtsuk, nekünk növelnünk kell a sebesség szintjét. Tehát, és úgy kell cselekednünk, hogy érezzük ezt, hogy minden áldott nap valamilyen módon az adakozás felé fordulunk, és akkor ez az eredményenként valóban megsokszorozódik az adakozási cselekedetek száma köztünk, és akkor valóban a második természetünké válhat az adakozás az első fele, és nyilván ez a szándékok változásán keresztül mérhető. Ez azt jelenti, hogy ki fog derülni, hogy annak érve, hogy felgyorsítsuk a korrekciónkat, egy ideális helyet kell teremtenünk a közösségen belül erre, hogy valóban maximálisan befolyásolja engem a közösség, és ilyen módon fel tudom gyorsítani majd a folyamatot. A helyes irányba kell haladnunk a barátokkal, hogy ezt mondták. Tehát önmagamat a közösségen belül helyes módon kell elhelyeznem, és nyilván a helyes befolyás kell kérnem a közösségtől, mert csak ez, ehhez pedig csak a helyes módon befolyás ima vezethet el. Tehát ezeket a dolgokat nekem mind a munka felgyorsításra kell felhasználnunk, tehát nekem kell a helyes irány, egyrészt, hogy merre akarok gyorsulni, és nyilván nem szabad meg nem vizsgált irányokba haladva gyorsulni. Tehát a teremtő, mondja Rami, tehát nyilvánvalóan lehet, hogy évek telnek el, addig, amíg képesek vagyunk helyes módon kérni a felgyorsítást a csoportban. A teremtő az ember kezébe rakja a saját jó sorsát, és ami marad, hogy az ember felgyorsuljon,
Tehát a fontosság az a barátoktól kell, hogy érkezzen, tehát minél jobban növeljük a barátoknak a fontosságát a közösségen belül, annál jobban lehetünk agilisek. Ugye az agilitás az a reakcióképességnek a javulása a felgyorsításhoz. Tehát, ami kiderül, hogy nekem áldó erőfeszítéseket kell tennem a köztünk lévő kapcsolatnövelésre, mindenkinek segíteni kell, mindenki egymást abban, hogy magunkra vonjuk a körülelő fényt, hogy a barátokkal is előadjanak, hogy kilőjék önmagukból, hogy el tudják fogadni egymást, hogy segítsük egymást. És egy ideális állapotba kerül. Rav mondta ezt korábban, hogy az agilitásnak a mértéke az a hiányon keresztül lehetséges. Tehát nekünk közösségen belül kell felébreszteni egymásban az irigységet és az egyéb személyes példamutatáson alapuló vágyakat. Tehát valóban ezen keresztül majd érezhetővé válik, hogy magunk mögött lehet hagyni a saját egoista problémáinkat, és az agilitást kell éreznünk a befolyáson keresztül, amit a közösségtől kaptunk. Mennek tovább. Tehát folytatjuk az ötös idézettel a Samátiból. Tehát két erő van, amely egymásnak ellentétes módon nyilatkozik meg, az alsó és a felső erő. A felső erő, ahogy írva van, mindenki, aki a nevemen szólít, az az én dicsőségemet teremti meg, tehát az egész világ az kizárólag a teremtő dicsőségemet megteremtve, az alsó erő pedig a kapni akarás, amely minden értelmet megteremtve, mondja, és mind a korporás, mind a fizikai dolgok, mind az önszeretetet szolgálják. A kapni akarás pedig azzal érvel, hogy akarom ezt a világot és a következő világot, természetesen a teremtő lesz a győztes, de ezt nevezünk úgy, hogy az elérésnek a sebessége, mert nevezzük ezt hosszú útnak, de van egy rövidebb út, amely a Tórának az útja, amelynek mindenki szándékától függően járható be. Tehát az idő felgyorsítása azt jelenti, hogy én lerövidítem az utat, és felgyorsítom. A különben minden a saját idejében van a fejlődésen megy keresztül, hogy a bölcsök mondják, hogy tehát, hogy elnyerem, akkor felgyorsítom, ha nem, akkor minden az idejében történik meg. És akkor olyan királyt látok, mint Hámánt, aki kényszerít benneteket a reformra. Tehát ez végsősorban azt jelenti, hogy a felgyorsítás, az agilitás, az időben való sebességen keresztül történik, ezt a teremtő föl meghatározni, vagy mi határozzuk meg azáltal, hogy hozzáadjuk a saját vágyunkat, tehát egyfajta igazolást adunk hozzá mindenhez azon keresztül, ami elő volt készítve mi számukra, ezért. A különbség a Beitóban és az Akrisénában, tehát az a hiány, amit megszereztünk és hozzátettünk a sajátunkhoz. És hogyha én felfedezem a törést köztem és a barátom között, mi a viszony a törés és a felgyorsítás között? A törésnek a fajtája, a különbség köztünk, hogy mennyire utáljuk egymást, mennyire nem értjük egymást, milyen fajta apátiával fordulunk egymás felé, kiégettséggel. Nyilvánvalóan ez a távolságot adja meg, a távolság fajtáját adja meg, és ezt kell összehasonlítanunk a felgyorsításnak a fajtájával, lehetőségével, és annak a mértékével, amit ezen keresztül el tudunk kérni. Na, ez a workshop kérdés rajta. A kapcsolat, a viszony
az agilitás, tehát a felgyorsítás képessége, és a kapcsolat problémáik között nyilvánvalóan azt jelenti, hogy mindig megtaláljuk azt a szakadékot, ami köztünk van, de sokkal több ilyen állapot tárul fel, mert a folyamat felgyorsításával, ha szignifikánsan, jelentősen teljesen tesszük meg, akkor az első lépés az lesz, hogy felfedezzük egy bizonyos fajta elválasztottságot, távolságot a barátok között, és így haladunk előre, lassan-lassan. Tehát, hogyha megfelelő módon érezzük ezt, akkor a törés, az felterje a barátok között pontosan ezt a részt, minden élesebben, és egy lehetőséget ad arra is, hogy nem csak, hogy kérni tudjuk a reformáló fényt még helyesebben, még korrektebb módon, minél jobban érezzük a különbséget, mondjuk a kölcsönsrát, minél mélyebben, és fájdalmasabban, annál jobban érezzük a nyomást, hogy ezt lefedjük, átlépjünk ezen, tehát nyilvánvalóan ez minden, abszolút összekötetésben van a különbségek érzékelésén és a lehetőségek felgyorsulási és a felgyorsulások lehetőségek között. Tehát akkor fogok nagyobb erőfeszítést tenni, hogyha érzem, hogy a nagy szakadékok miatt nagyobb korrekcióra szorulok a barátom a viszonyomban. És nyilván mindig a teremtőt kell kérnem, minél jobb szakadok, amit föltárak. Ez a cél fontosságától függ, a teremtő fontosságától. Az embernek valóban akarnia kell elérnie azt, hogy kérje a teremtőt. Ezek látszólag kicsi dolgok az úton, tehát nyilván figyelembe kell venni ezt, hogy képes legyek a barátokkal viszonyt így figyelembe venni. Tehát Itály mondja, hogy valóban kérjük a kapcsolatnak a problémáját. Tehát a törés nyilván minden lépésben megjelenik. Tehát nyilvánvalóan az a teremtő nagyszerűségének megfelelően érezhető a földgyorsítás is, mert különben nem tud földgyorsítani. Egymást minden alkalommal megjelenik a törés. De és minden alkalommal azt is tudni kell, hogy mintha egy teleszkópon keresztül néznénk a törést, ugye? Tehát egy nagyobb felbontásban látjuk, hogy mekkora szakadékok vannak köztünk. Ugye ez adja hozzá mindig a kifinomultabb, újabb és olyabb hiány, és a probléma fontosságát is, tehát ez ugyanaz a dolog. Tehát ahogy mi... Tehát nekünk a fontosságot kell megragadnunk, a nyomás alá érni. Tehát így kell még több részletet vinni a rendszerbe. Tehát a törés feltárolása és a fejlesztés között egy közvetlen kapcsolat van. Egyre jobban kell érzékelnünk a törést, és nyilvánvalóan az agilitás is növekedni kell, még erőteljesebben. Tehát nyilván itt kell felfedeznünk az összes törést, ami a Tórának az útján is történt, meg a szenvedés útján is. Tehát ha a szenvedés oldaláról fedjük fel a törést, akkor nyilvánvalóan az is látszik, hogy feltártuk a törést, de nem egy pozitív módon. Fogjuk azt korrigálni. Tehát, Itály, a képességünk, hogy teljesítjük a törést, az nyilván a felgyorsításnak a lehetőségétől is függ. Még egyszer. Tehát a teremtő fontosságát kell tudni megragadnunk, hogy érezzük a fontosságát dolgoknak, különben a törés feltárulásához nem tudunk eljutni, tehát nekünk fel kell tárni, hogy valami törött, ez egyértelmű, de hogy fog ez bennünket elrendezni, úgyhogy a szeretet irányába tudjunk ezt elérni. Hát a törést a teremtő korrigálja, és ő is tárja föl. Ezért kell nekünk azt elérni, hogy még szinte aludni se tudjunk, hogyha ez feltárul. A dolog, ami feltárja a törést, az a fény. Tehát milyen fajta viszony van a törés és a fejlesztés között, annak a mérések között, hogy távolság van köztünk, és annak a szintje, amely szükségszerű felgyorsítást kell, hogy eredményezzen. Tehát nyilvánvalóan
measure the mode, and we have a greater demand. Tehát nekünk egyre jobban kell kérnünk ezt. Minden attól függ, hogy a kapcsolatban mennyit fektetünk be, mert hogyha a kapcsolatot fenntartjuk, akkor a fény beavatkozik. Ez egy közvetlen kapcsolat a két dolog között, mert ezek is lett. Tehát nyilvánvalóan millió darabra tört a puzzle, és meg kell találnom az én feladatomat a rendszer helyrehozásába, hogy mennyire fogom a rendszert rendbehozni önmagamon belül, hogyan tudom teljesíteni a barátokkal a kapcsolatban. Tehát ez hogyan lehetséges egyáltalán. És hogyha én nem így tárom fel a törést, akkor nem is tudom, viszont nem is tudom meghatározni, milyen gyorsan tudom azt korrigálni. Rami. Tehát nyilvánvalóan egyetlen minőséget kell elérnünk egyetlen edényben. Tehát ez 1000 állapoton keresztül érjük el, tehát nyilvánvalóan nagyon sok állapoton megyünk keresztül. És nyilván olyan állapotot kell találnunk, ahol szinte el van törölve az idő. Ez a végtelen öröm, amit ebben az edényben akarunk érzékelni. Tehát amikor egyetlen minőség öltözik rá erre a edényre, és nincs is másnak helye. Tehát ez a szakadék az, amit ez nekünk közelebb kell kerülnünk, tehát az örök és végtelen érzékelés, hogy ez egyetlen edényben. A szakadéknak ez a fajta állapota, ez abban nyilvánul meg, hogy el kell jutnunk a helyzethez, hogy a kapni akarásunk, mindenesetre úgy kell megnyilván, hogy túl tudjuk rajta lépni, tehát ehhez imádkozunk kell, és ki fog derülni, hogy ennek a túllépésén valóban a közösségnek kell segítenie, Rav. Hogyan mozdulunk el a fizikai idő fogalmától a spirituális idő fogalma felé? Tehát a spiritusnak megfelelően mi halottak vagyunk, mert spiritus értelemben az idő során változik. Mi a saját agilitásunkat növelhetjük, hozzáadhatunk kiegészítő vágyakat a szeretethez és az adokozáshoz, amit már elértünk. Tehát hogyan érezhetjük, hogy ahelyett, hogy halottak vagyunk, hogy nem haladunk előre, hogyan érezhetjük az agilitás megszerzésével azt, hogy mi megtettük a spiritás előjutásunkon, amit megtehettünk, tehát hogy hogyan tudunk átlépni egy új időfogalomba, hogyan fogjuk megváltoztatni a belső minőségeket, hogy másképp érzik az időt. Tehát gyorsabban, lassabban, jobban vagy kevésbé jobban érzik az időt, mit kell tennünk? Az agilitásunk területén hogyan tudunk állítani az egyik állapotban a másikba? Tehát, hogy az agilitás az hogy méri a spiritás időt? Tehát, hogyha nekem az asztronómiai idő nyilvánvalóan a holddal mér, amikor a hold forog a föld körül, de a spiritualitásban mi határozunk meg minden pillanatban, milyen az idő, és hogyan mérjük azt? Tehát nincsen állandó idő a spiritualitásban, tehát akkor ezt hogyan tudjuk megtenni? Én azt gondolom, hogy a definíció, a spiritualitás idő definíciója az az állapotok változással mérhető, amin keresztül megyünk, és ez valami, amit erőteljesen lehet érezni a közösségen belül, és ez most pillanatilag nagyon érzékelhető, erőteljesen a közösségünkön belül, Rav. Ugyanezen a módon mit jelent az, hogy Izrael felgyújtotta az időt? Hogyan lehet ez? A mi világunkban nyilván egy pszichológiai módon lehetséges, ez az idő, ugyanis meg se nyikkan, nem mozdul, tehát nyilván nekem úgy tűnik, hogy én többet tettem, és akkor jobban telt az idő, de valójában mindig ugyanabban az időkeretben vagyok. Tehát ez egy pszichológiai dolog, ez a 24 órának az érzékelése, de a spiritualitásban én meg tudom változtatni az időmértékegységét is. Izrael felgyorsítja az időt. Amikor mi képessé válunk Izraelnek ez a pontjához csatlakozni,
és erre fel is tudunk tenni, hogy imádkozunk egymásért, és kérünk egymásnak, akkor feltárjuk, hogy halottak vagyunk, hogy valójában képtelenek vagyunk megtenni bármit. És ez az állapottal elkezdünk kérni, és akkor megjelenik a valódi vágy, amit hozzá kell adnunk, a valódi hiány ez a folyamathoz, és akkor Izrael és a Tóra egyé válik, és mi fogjuk ezt a belső játékokat, annak érdekében, hogy egy irányba vigyük, nem tárunk föl semmit. Tehát az időnek a viszonylatában, tehát nyilvánvalóan még a tudósok is elmények, ez relatív, tehát értjük vagy nem értjük, tehát fel kell fedeznünk, hogy a idő az egy illúzió. Tehát nyilvánvalóan azok a kapcsolatok el is mondják, hogy teljes illúzió az idő. Tehát ebben a világban, ebben a valóságban minden csak azért történik, hogy összetapadásosunk akkor egyszer végén. Tehát az a hely, ami felé haladunk, a szabad választás, ez az, ami megadott nekünk, az idő megváltatása, ezen az illúzión keresztül lehetséges, hiszen a végső pontot kell látnunk, a feltárás pontját, és minél gyorsabban érjük el ezt a feltárulást a helyes munka által, ezzel fel is gyorsuk az időt magát, hiszen felgyorsuk valamit, ami illúzió. Érdekes volt Shai-nak ez a fejtegetése. Izrael felgyorsítja az időt. Ez azt jelenti, hogy az állapotokat gyorsítja föl, amelyeken keresztül megy. És nyilván a teremtőt kell kérni arra, hogy ez megtörténjen. Tehát hogyan vagyunk képesek ezt megtenni? Tehát itt és most a 10-es körben van egy adott pillanat, amikor valóban egy ilyen közös mezőt kell kapcsolódnunk, és akkor be kell lépnünk. Mint egy ilyen szatellit. A bizonyos állapotokba. Tehát van egy könyv, hogy ne várj a következő inkarnációig. Tehát látszólag van egy rendszer, és akkor, ami ebben a világban létezik, a környezet és a Tóra. Az önmagunk korrekció azt jelenti, hogy nagyszerű, a korrigáltam, hogy ott az oké, hanem akkor vissza kell jönnötök. Tehát azok, akik... meg van szívelő pontjuk. Azok valóban meg tudják ragadni, akiknek a jó szerencsét a sors, és a sorsát a teremtő a kezébe, azoknak élnie kell ez a lehetőséggel. Tehát nyilván a fejlődésünk és a korrekció az adakozás minősége felé való ellépéstől függ. Tehát minden áldott nap, minden áldott héten. Nem kell várni a következő állati inkarnációig, hanem a belső embernek kell nyomással helyezni bennünket, hogy felsőd aladjunk. Mindenki ez a van az idő felgyorsítása, az egy erőfeszítés, amely feltárja a törést, a korrekciót, és ezen keresztül felfedezünk, hogy halottak vagyunk, és azt tudjuk korrigálni. Az erőfeszítés a kapcsolat irányába, az összetapadás irányába nyilvánvalóan. Tehát ez olyan, mint amikor egy vonaton ülünk, tehát amikor reformáló fény, és a teremtő a mozdony, és mi pedig a kocsik vagyunk a mozdony mögött, és ezek összekom vannak kapcsolva, egymás felé is haladtunk, hogy valóban a teremtőhöz tudjunk kapcsolódni, és az első kocsi az a Rav és a kabbalisták, akik az összes többi kocsit összekapcsolva a teremtőhöz kapcsolják. Tehát Izrael gyülekezete, az nyilván mindenkinek megvan egy pontként, de mi nem tudunk felgyorsítani semmit, ha nem együtt csináljuk. Tehát, mondja a srác, a munkának az elején valamilyen módon kérnünk kell ezt a pontot, hogy összetapadjak egymással, ezek a pontok, Izrael belső pontjai. Itály. Hogyha a munkában, a köztünk lévő kapcsolatban érezzük a távolságot, és érezzük az ellenállást, nyilván a kapnakarásból ki kell lépnünk, és igazából mi nem változtunk meg semmit a kapcsolatunkban, hanem haladunk előre, csak tudunk.
hogy elfogadjuk azok az állapotok, amin keresztül kell mennünk. Tehát nyilván ez a rendszerből jövő állapotok. És hogyha a rendszer elakad, akkor az állapotok soregyesenek, tehát nekünk erőfítést kell tennünk, hogy mi reformáló fényt magunkat tudjunk mondani, ami megváltoztat bennünket. És a fény változtat meg bennünket, mi ott fedjük fel a szeretetet, ezen kell dolgoznunk, és akkor tényleg spirituálisan is előre tudunk haladni. Az Itály példája, a vonatos példa, nyilvánvalóan itt az utasokról is egy kicsit ott kell ejteni. Tehát nyilvánvalóan a vonaton van egy kalauz, aki gondos, aki tulajdonképpen a cél irányában a haladás biztosítója. És tehát a kalauznak fogalma sincs, merre megyünk, vagy a vonatvezetőnek, ezt nagyon értettem. Tehát nyilvánvalóan akkor nem jó az irány sem, mert megyünk. Már megjegyzem, hogy a vonat az nem tud akármerre menni, csak amire sim van, de mindegy. Tehát... Tehát, hogy mit tudunk főjösszön, amit holnap megbeszéljük, mondja Zsrác, de amit Itály mondott, még az öröm is megjelent ebben a folyamatban, mert hogyha kívülről nézzük, akkor a teremtő, megteremte ezt a helyet, ahol képezzük egymás között a kapcsolatot. Minden csak attól függ, hogy mi mennyire vagyunk, kiépíteni ezt a dolgot, tehát nyilvánvalóan nincs idő, tehát nekünk fókuszálnunk kell bizonyos erőfeszítésekre. Tehát mi az időt a korrekció kérésével gyorsítjuk fel, mondja Szörökös át. Tehát, hogy egymásnak azt tudjuk kérni, ez egyetlen dolog valójában, amivel feltűnjük az időt, hogy kérjük ezt. Ez az a cselekedet, ami Izraelt a teremtőre irányozza, hogy így tudunk egymással törődni, nem magunkkal. A reformáló fény megszerzése az azon részen keresztül lehetséges bennünk, amit Izraelnek nevezünk. Amikor a valóságban megragadható hiányosságokat a fény elé visszük, és ez egyetlen cél, hogy ebbe a közös edénybe fényt juttassunk, ez a tesztje annak, hogy képesek voltunk-e a fénnyel megfelelően dolgozni, és nyilván kérdés, van kérdés? Gyakokka. Oké, mondják okat, tehát nem világos, hogy mi is ez a felgyorsítás. Most már egy zavarosabb nekem, mondja. Ez az agilitás, ez egy kiegészítő vágy, amit én az erőfeszítésemen keresztül szerzett meg, hogy összekapcsoljuk a környezetemmel. Tehát a környezetem benyomásra kapom ezt meg. Mégpedig annak a szintnek megfelelően, amilyen szinten van ez a benyomás, kapok kiegészítő vágyakat a teremtés céljával kapcsolatosan, tehát a teremtővel való összetapadás érdekében, annak érdekében, hogy örömet okozzunk neki. És ez, amit teszek, tehát nyilván az előadásomnak a sebessége nyilván az az agilitás. Oké, de mit jelent? Mit jelent az, hogy az embernek kérnie kell, igényelnie kell ezt a felgyorsítást? Hát neked egy hiányt kell megragadnod a törött edényekből a köztünk lévő viszonyban. Ez a jelentése annak, hogy követeljük az agilitást. Tehát röviden, hát hogyan tudunk a beítóból az akrisénába, tehát az időben való fejlődésből a felgyorsítást felé haladni. Tehát nyilván a korporális időben át kell haladnunk a spiritáshoz, a spiritás időfogalmához. Oké, tehát a felgyorsítás az a hiányfelkutatása a közösségben. Igen, mert ezáltal felgyorsítom a korrekciónak az előrehaladását fölé tudom vinni,
a folyamatot az általános felébresztés fölé emelem. De mit jelent ez, hogy minden, hogy a tízes csoport, aki feladatban van, segít nekünk ezt a felgyorsítást elérni? Tehát nem ők hoznak nekünk felgyorsítást, mondja a... Tehát nekünk... Tudniuk kell, hogy hogyan mérjük az agilitást, tehát hogyan adódik át ez a minőség a másiknak. Természetesen ez nem egy egyszerű problémát, tehát senki nem tud látni ilyet a másiknak, a fényt tesz minden. Oké, tehát akkor ők felébreszik bennünk ezt a belső érdeklődést. Tehát minek kell hiányozni az, hogy ez a mérték felébredjen? Én azt látom, hogy anélkül, hogy meg ne kapnám a környezettől a hiányt, ahhoz le kell válnom erről a törött kapcsolatrendszertől, amit bűnnek nevezünk a közöttünk levő kapcsolatban, mert nyilvánvalóan, hogyha ezen a törés által előírt úton ballagunk, akkor az időnek meg fejlődésben leszünk, és akkor mindig felülök a kollekciót. Aztán lépés-lépés az emberiség előre, de hogyan? Hát így, hogy megjelenik egy vágy, és akkor felülről azt valami mondom, korrigálgatják. Azonban egy nagyon erős vágynak kell feltűnnie, erős hiánynak, hogy az emberiség valóban elkezdje kutatni azt a módot, hogy ez a vágyban felbukkanó problémákat és üresség korrigálni akarja, és ahogy rájön a végre, hogy tud fölemelkedni a hiánynak, nem megszökni, hanem fölemelkedni. És akkor ezáltal fogja az utat megtalálni, a felgyorsításra vezető utat. Így lehet felfedezni a spiritualitást, tehát így jelenik meg a rengeteg szenvedés, mert az emberek ezen keresztül kezdik el majd felfedezni a spiritualitást. Tehát vannak persze középutak is, amikor alszok a földön, csak vizet iszom és száraz kenyeret teszem, és a Tórában dolgozom, de tulajdonképpen ezzel se érek el igazából semmit. Mert a behító, az időben való előadás, az végezetű, mindenképpen a Tóra útja felettől tol bennünket. Tehát nyilván a közösségtől kell megszereznünk hiányokat, és az a bűnnek a korrekciójával valósítottam meg. Tehát mi is az agilitás? Hogy mennyit tudok én hozzáadni az általános fizikai fejlődésemhez. Oké, értem. Tehát amit én keresek, az a közösség ereje. Mert mit kutatok? Mit keresek? Tehát a felgyorsítás eredményét keresem. Mit tudok tenni ebben az ügyben? Ahhoz, hogy érezd a szakadékot, amely közted és a barátaid között van, hogy a szeretet mennyivel, az önszeretet mennyivel erősebb, mint az irányukban megmutatkozó szeretet, ez adja meg a korrekciót. Oké, mondja. Tehát akkor a felgyorsítás két dologra épül, egy. Az agilitás az mindig az időben való fejlődéshez mérhető. Mennyit tudsz hozzáadni az, amit egyébként a teremtő egy batyogással korrigálta. A sóvárgás az felgyorsítja autó, nem, mert mindig sóvárogni fog, önmagában nem gyorsítja fel. Munkát kell végezni a hiánnyal. A közösségtök az egy kiegészítő hiányt, ez elvisz engem egy új sóvárgásra, de a sóvárgás csak a szükségességét jelenti nekem annak a feltárolásnak, ami a korrekció felgyorsítását eredményezi. Megint Nessi. Mi egy fizikai világban élünk, mondja Nessi. Tehát mi... Tehát a következőt szeretném kérni, mondja a srác, hogy hogyan tudunk ebben az állapotban...
eljutni abból a betegségben vagyunk az idő felgyorsításához. Tehát hogyan tudunk, kilépni ebből az időben, be vagyunk szorulva. The same thing as we're discussing. Hát egyáltalán ugyanerről a dologról beszéltünk, hát nincs más megoldás, mint amit eddig is mondtunk. Tehát abban a mértékben, amennyire részt veszel a világ korrekciójában, fogja fejlődni a saját fejlődésedet. Ez fogja növelni a vágyadat ugyanis, és így jönnek a problémák is, és így fogsz előre haladni. Nincs más mód. Nincsen semmilyen különleges korrekció, ami csak neked szól. We have a friend from Baku. Bakuból kérdezi megint valaki. Tehát nyilván a felgyorsítás az előadás sebességétől függ. Tehát mi a viszony, amivel a zuhanás után helyreállítjuk magunkat. Tehát itt az időkoncepcióra már beszéltünk magyarok, hogy milyen gyorsan vagy lassan tudok az időben, az két állapot között kiigazítást végezni. Tehát az agilitás az nyilvánvalóan nem önmagában az időkoncepcióhoz kapcsolódik. Tehát nekem van a fizikai időm, amivel vagyok ágyazva, és mi mindig arról beszélünk, hogy az agilitást tulajdonképpen azt mondhatja meg, hogy mennyire vagyok képes a korrekciót magamra vonni. Tehát látszólag a fizikai idővel mérjük ezt, de valójában a spiritualitás az a vágy intenzitásával mérhető, a hiányjal. Oké, tehát akkor a spiritualitásban nekünk a hiánynak az erejével mérjük mindent, tehát ugye Szentlétában kérdezik, hogy mit kell tennünk, hogy tehát hogyan tudjuk felgyorsítani azt, amit kapunk a közösségtől. Inspirációkat. Tehát mindenek előtt ezek az állapotok magyarul teljesen szükségszerűek. Nekünk keresztül kell menni rajtuk. Tehát semmi rossz nincs ezekkel kapcsolatosan. Nekünk kell a sötétség és a fény. Különösen a közösség irányába. Tehát én nem látok semmi hibát abban, hogyha az ember tehát egyszerűen az igaz állapotát tárja fel annak a közösségek kapcsolatosan, ami valóban csak a távolságot adja, hogy önmagát igazolja, hogy büszkének érezhesse magát, hogy mennyire különböző a többektől. Tehát ezeket meg muszáj megérezni, át is kell menni, ez szükségszerű, ugyanis ennélkül nincs mit korrigálni. A kérdés csak mindig az, hogy milyen mértékben jelenik meg ez a fajta távolság, tehát mennyire akarjuk és tudjuk korrigálni ezt. Tehát én valóban nem a távolság a lényeg köztünk, ha ezzel foglalkozunk, ez nem helyes. Tehát itt az agilitásnak kérdéséről beszélünk, ami a hiánynak az érzékeléséből kezdődik. Mert ha megvan a hiány, rögtön korrekcióra vihetjük. Oké, tehát itt van egy kérdés, hogy a barátot használjuk-e a felgyorsítás érdekében, és a Szentpétervárja pedig azt kérdezik, milyen módon vagyunk képesek használni mindezt, hogy ezt csoportcselekedet legyen. A példa, ez a legfontosabb. Példát kell mondani egymásnak. Tehát lehet, hogy hogyha mi nem aktiváljuk a környezet befolyását a szeretet mértékén keresztül, akkor nem fogjuk érezni a közös vonalat. Tehát, hogyha mi nem vagyunk felgyorsításban, ezt egyensúlyba kell vinni, nincs mese. Rav, miért van az, hogy az önszeretet korrekciója korrekció? Hiszen a szomorúság, ami az önszeretetből adódik, az is egoista, nem? Ki mondta neked, hogy ez korrekció, mondjam? De hát aki ilyen módon szomorkodik az önszeretet hiány, mert a saját húsát rágcsálja. Oké, de milyen nagy a önszeretet, mondja a srác,
you will regret and ask. Ezt visszautasítod, tudunk kérni a teremtőtől. Persze, de kérned kell. Hát nekem mindenképpen a szomorúságát kell kérni, oké, na de... De miért visz bennünket ez korrekcióra? Hát mi más jönne korrekcióra? Hát hogyan fogod korrekcióra vinni, ha nem érzed a szomorúságot? Ez nyilván a korrekciózás hiánya. Ennek, tehát hogyan tudod... Tehát te hogy tudod ezt korrigálni, hiszen a hiány, ami az önszeretetből származik, a szomorúságá válik. Hát persze, hát a hiány mindig szomorú. Nekünk a mélységről beszélni magyarra. Tehát minden arról szól, hogy, a kapni akaró edény mit érez. Tehát nyilván a szomorúság szintjének megfelelően jelenik meg valami, vagy az örömnek a szintjének, ez ugyanaz. A kapni akarás az nem érez semmi mást. Tehát még hogyha mi olyan száraz tömegről beszélünk, mint a matematika például, még abban is a kapnakarásunkat azon az erőfeszítésen keresztül tudjuk mérni, ami az öröm megszerzésére, vagy a szomorúság elkerülésére szolgál. Tehát még ha számokról beszélünk, csak matematikai számokról is ez így van. Tehát nem tudunk elérni semmit az érzéseink nélkül. Nyilvánvalóan az érzéseken túlmenően az értelem, hogy, hogy viszonyulni ezekhez, ez egy másik kérdés. Tehát Péter, várom még egy kérdés. A felgyorsulásnak a szintje, mondja, a megváltás, ez negatív dolgokban is megváltó átám, de csak pozitív dolgokban. Mert hogyha az emberek bizonyos irányokban irányítás nélkül mennek, akkor negatív is dolog lehet. Tehát mi a teljes karakterről beszélgetünk, akkor hogyan kell az én kérésemet arra irányozni, hogy jól táruljon fel a törés? Hát, hogy méred meg ezt, mondja a... Tehát, annélkül, hogy elkezd filozofálgatni. Tehát, nem. Tehát a köztes és a környezet közötti különbség az így tárul föl, és meg kell tenned mindent, hogy ezt a szakadékot rövidebb zár. Na, de a kérés által? Persze. Hát, hogy tennád meg egyedül? Hát egyedül nem tudod megtenni ezeket a többiek. Na, de mégis egyre meg egy szívvel kell összezárnunk ezt a különbséget. Hát nyilván neked egyetlen érzésbe kell lenned, érzésbe kell lenned a többiekkel. Na, te ez nincs tud hozzáadni, az összes többi csak érzés. No. Egyfelől mi arról beszélünk, hogy fel kell ismernünk az időt, és meg kell ismernünk a hiányt, a hiánynak a magnitúdóját, másfelől ön azt mondja, hogy jajaj, hárman beszélnek. Hát most nem értettem, hárman beszéltek. Tehát nekünk cselekednünk kell a végén. Oké, na de hogy lehet az, hogy nevezítsük el a hiányt? Na jó, de a teremtés célja az mindig megmarad. Na jó, de kell hozzá valami fény, nem? Hát de mit nézzetek, hogy csoda a filozófus ez mondja? Gyakorlati oldalról beszél. Oké, gyakorlati oldalról én nem értem. Ezt az ellentmondást mondja a srác. Én nem tudom, mi a hiány, mondja. A helyes hiány az a teremtés céljából származik, és a közszínű kapcsolatból. Tehát ez úgy fejeződik ki, hogy az ember készen áll a
az általános lélekhez való korrekcióra. Tehát mondhatjuk azt, mondja a srác, hogy a felgyorsítás, az a hiány felfedezése a közösség és a vegyén között. Igen, tehát van egy állandó hiány és kitöltés, és a hiányok összekapcsolása, ez egy mechanizmus. Ez is a hiánynak a teremtése is ebben benne van. Mindaz, amit mi teszünk, nyilván az a környezettől kapott hiánynak a feldolgozása, és nekünk fel kell gyorsítanunk a spítás időt. Oké, na de akkor a hiánynak a feltárása benne van. Tehát nekünk állandóan figyelni kell a feltáruló hiányokat, és akkor meg kell találnunk a végén azt, ami lefedi ezeket a hiányokat. Így van. És az egész történet a folyamatban azok. Ez a felgyorsítás útja, hogy állandóan új és új hiányokat kapunk egymástól. Minden. Tehát a felgyorsítás az a tórának az útja, mondja, vagy ezt már elmondtam. Na, doktor. A gyakorlati oldalról, hogy történik meg a felgyorsítás? Tehát ülünk, fel akarjuk gyorsítani az utat, fel akarjuk tárni a nagy távolságot. Milyen távolságot? Amivel különbözők vagyunk egymással. Nem, hát a probléma, az eltérés nincsenek problémák. Az se jó, ezt így érzitek, hogy vannak. Tehát azt mondjuk a tanítványnak, hogy tanuljatok a tanítótól, ez azt jelenti, hogy a korrekció módszerét a tanítótól tanulják meg, és hozzá kell adoptálni magukat ez a megoldás. Az oké, ezt mondom én fenyős rá. Tehát ülünk, egyesülünk, összekapcsoljuk a vágyakat, és feltárjuk a teremtőt egymás között. Megkíséreljük, és aztán meglátjuk, hogy ez nem is működik. De mi nem működik, mennyire? Az egység. Hát csinált helyesen, akkor működik. Na de jó, de a felgyorsítással megpróbálunk összekapcsolni. Nem, ez... Tehát te orvos vagy, te az idegesség, hogyha nem tudsz összekapcsolni így. Én komolyan mondom, hogy arra. Oké, na de megpróbálom, és a próbálkozás ez nagyon lényeges. Oké, megpróbálom, újra és jobban neki tudok. De a legfontosabb dolog az együttlét, az együtt csináljuk, és akkor mindig együtt forduljunk a teremtőhöz, hogy a partner legyen a teremtő ebben a folyamatban. Ugye a felső végrehajtsa, amit akarok. Oké. Hát de pont ezt akartam kérdezni. Tehát a teremtőben kapcsolódunk össze, nem? Hát persze. Hát mit kérdez, hogy benne? Nyilván ő a közösség volna, ő kapcsol össze mindent. Nélkül semmi nincs ezzel kapcsolva. Oké. Na de hogyan ábrázolom ezt a saját magam számára? Tehát hogyan egyesülünk a teremtőben? Az adakozás minőségében? Ennyi. Tehát ez fölé kell emelkedjen a mi szakadékunknak. Egymás között érezzük ezt. Ezt nevezzük annak, hogy a szeretet lefed minden bűnt. Ez az ernyő, ami lefed minden. Tehát nekem föl kell emelkednem önmagam fölé, mert csak így tudjuk az összes szakadékot lezárni. Tehát amikor a teremtő meg ne jönjen köztünk, nem tud összekapcsolódni. Na miért törne össze bennünket különben? Meg kell szereznünk a kapcsolat erejét köztünk, de ezt tőle kell megszereznünk. Érted, hogy nem? Én értem, de én mindig a gyakorlati úton gondolkodom, hogy ezt megcsináljuk. Először a szakadékot kell érezned köztünk, tehát érezned kell, hogy nem tudsz összekapcsolódni. Tehát, mint amikor a hegyi vizek egyesülnek a hegy lábánál. Oké, tehát mi nekünk éreznünk kell, hogy leszünk képesek egyesülni attól a pillanatok kezdve, hogy a teremtő megnyilvánul köztünk. Tehát így kell ezt valahogy elképzelni, Ralf. Nekünk érezni kell a jelenlétét köztünk. Olyan módon, hogy ő hiányzik a számunkra, és aztán el is érkezik hozzánk pont ennek az okán. Tehát, hogy hogyan tudunk örömet okozni, hogyan tudjuk feltárni őt, mert ő kívül van rajtunk. Az egész törés, az ez. Mi a törés maga, mondja Rav?
Tehát van egy ország, egy föld, és hirtelen ez az ország, ez a földtömeg elkezd mozogni. Hegyek jelennek meg, dombok, völgyek. Völgyek, mondta még egyszer Rav. Tehát mi nem tudunk összekapcsolni, különböző hegyeken élünk. Mire kell figyelni, hogy a teremtővel éppen a köztünk élő kapcsolatba, hogy egy óceán törtse ki a hegyek közötti szakadékot, és akkor eléri a víz a hegynek a tetejét, és akkor a köztük lévő víz kiegyenlíti a köztük lévő különbséget. Oké, tehát akkor a sóvárgásunk. De a norvég fjordok pont így működnek, magyarán. Tehát pontosan így néznek ki. A tenger kitölti a hegyek közötti hegyet. Tehát a hegyek közé belép a tenger. Ez az, amit kérnünk kell. Hogy töltse ki, kapcsoljon békét közénk, a köztünk levő kapcsolatban, hogy rajta kezdte kapcsolódjunk össze. Senki nem tud a másik összekapcsolódni különben, mert mindenki annyira személyes, egyéni problémával küzd, egyetlen minőség sem kapcsolódik a többinek a minőségéhez, tehát nincs más kapcsolat köztünk, tehát a teremtő foglal magában minden formáját az edénynek, mert különben soha nem érünk el semmit, annyira különbözők vagyunk, hogy senki nem tudna összekapcsolni senkivel. Tehát minél jobban haladunk előre, minél jobban felismerjük a saját állapotunkat, ami felé haladunk, a gonosz feltársa felé, akkor értjük meg, hogy mennyire különbözők vagyunk. Na nézzétek meg Moszkvát. Tehát meg kell érteni mindenkinek. They waved to me. Kerchagin, is he there? Nem tudom, kit kérdezett, ott van. I wish he was here near me. Yeah, what am I trying to say? Tehát én azt szeretem, ha mellettem ülne már, magyarok. Tehát nyilván föl kell fedezniük, amit ők felfedeztek, a közöttük lévő gonoszt, ők ezt megtették. És ami maradt az ő számukra, hogy imádkozzanak, hogy a teremtő megjelenjen köztük, és békét teremtsen. Nincs többről szó, mint erről. És meg kell érteniük, hogy nem lehetnek hasonlóak egymáshoz. Az a tény, hogy ők egyet értenek, nem értenek egyet, ellentétesek, vagy nem ellentétesek egymással, az pontosan a felső fény feltárása által történik meg, ami megvizsgálja meg a köztük lévő állapotot, és csak a kérés az, amit a teremtő meg tud adni, és a teremtő egyébként kitölt minden helyet köztük, és ilyen módon jut majd békére minden. Ez a jelentés annak, hogy a szeretet lefed minden bűnt. Az összes kérés, az a barátok, az a szeretetre irányul, és nyilván az egyéni imák vagy könyörgések fogják megadni 613-szorosan a szeretetnek a feltárulását, és akkor a teremtő sok eltörnének meg. Tehát nagy egoista fog jobban növekedni. És nyilvánvalóan nekünk ezt kell kérnünk, hogy egymás között összekapcsoljunk, hogy 620 szorosan mérik ezt egymás között, ezt az erőt. Tehát nyilvánvalóan egy kicsi áram lép be a rendszerbe, és az áramot felerősít a rendszer. Tehát mi erősítjük fel a teremtő áramlását, mert különben nem fogunk érezni őt, nem fogunk érezni semmit. De azáltal, hogy felfedezzük a hiány szakadékát köztünk, rögtön elkezdjük érzékelni majd azt, ami történik. Oké. And what do you enjoy from growing? Mi az, amit mi elérünk ilyen szinten? Tehát a módszer
measure of haste. Ami a felgyorsítást jelenti, hogy mire van igényen a barátoktól. De hogy ez a víz belépen a köztünk lévő hegyek közé, ugye? Tehát ezt kell kérnem, hogy kitöltse a teremtő köztünk lévő űrt. Így van. Tehát mindig a teremtő fog békét teremteni köztünk. Oké, tehát akkor a teremtőtől azt kell kérni, hogy kitöltse a köztünk lévő szakadékot. Így van. Hát ő korrigál mindent. Te őt kell kérni, mert ő fogja a korrekciót elvégezni. Tehát nyilvánvalóan ő ébresztette fel a problémákat, ő oldja meg. Ő ébresztette fel a belső és a külső problémákat. Az a hely, ahol kérnünk kell, azt magunknak kell felismerni, de azon túlmenően mindent ő csinál. Csak egy kicsit többet szeretnék tudni arról, amiről már beszéltünk. Mit kell tennünk igazán pontosan, ezt nem értem. Tehát van két barát, egymás mellett ülnek, és hogyan fog ez valójában megtörténni, amit mondott? El kell kérni azt az állapotot mind a két barát, ami köztük van a teremtő. Hát hogy fog ez a gyakorlatban megnyilvánulni? Tehát mondjuk mi felfedezzük a teremtőt. Mi ez az állapot, amiben felfedezzük őt? Tehát mondjuk én nem értek egyet ezzel az egésszel. Hát jó, majd egy harmadik erő, és akkor az a más nem, akkor az végrehajtja, amit kell. Tehát ez megadja nektek az alkodás minőségét, de ez mind felülről kapott minőség. De beletek se benne, sem a haverokban nincs ez, tehát mind a ketten egoisták vagytok. Na, de akkor felülről megkapod a tökéletességet, és a szeretetet is lefett mindent, oké? Okay? Ez nem az, hogy őt korrigálja, meg téged korrigál. Ez mindent lefed, de a köztetek lévő viszonyt korrigálja. És... de... ez a korrekció az a köztetek lévő kapcsolatban történik, tehát nem a benned lévő hibákat korrigálja ki a teremtő, hanem annak a hatását a kapcsolatokra. Ez egy mechanikus és gyakorlati földi dolog. Tehát meg kell értenetek, hogy a köztetek lévő szakadék az örökké megmarad, a két barát közötti szakadék. A törés fölött azonban egy kapcsolatra van szükséged, ez az a kapcsolat, amit a teremtő kiépít. Ez a kapcsolatnak a szintje, ami erőteljesebbé válik majd, mint a törésnek az ereje. Ez pedig a bűnnek a korrekciójából eredően jelent meg. Oké, okay, tehát akkor gyakorlatban mi ugyanabban a csoportban vagyunk. Tehát együtt mind a két barát eljár a csoport találkozókra. Hogyan tudjuk ezt, hogyan fog ebbe a belső állapot vizsgálatba dinamikát vinni? Mi fog ebbe dinamikát vinni? Lendületet vinni. A teremtés erejének a lendületét kell, hogy megkapjátok. A fényjel kezdődik. Tehát nyilván az éjség, az bennetek jelent meg, az étvágy, és akkor az ízek, meg a teremtőtől. Tehát a negatívitás, pozitívitás, és pontosan ezáltal fogjuk felfedezni a teremtőt egymás között. Tehát ez a célja. Ezen túlmenően csak így működhet ez, tehát ezen túlmenően kell kérni a teremtőnek a nagyszerűséget, hogy ezt értékes tenni, vagy nem értékes. Tehát a teremtő, a közösség nem fogja kell megoldani helyette dolgokat, hanem megadja a lehetőséget, hogy meg tud oldani. Tehát a legfontosabb dolog, hogy túllép ezen, és hogy a teremtő miért jelenik meg, és milyen kapcsolatban jelenik meg. Na, ott van. De mire van szükségünk? A teremtő feltárulására. Okay, so let's ask for it. Akkor ezt kérd. We'll ask. The group is like this. Tehát a csoport ezt teszi hozzá, a teremtőnek az önöm azt teszi hozzá, ez a közösség vonal. Tehát se nem te okozod a korrekciót, se nem ő. És meg kell csak próbálni csak ezen dolgozni, a teremtő feltárulásán. Tehát te azt gondolod, hogy neked ezt kell tenned, ő meg azt gondolja, hogy neki ezt kell tennie. Nem, nektek a teremtő feltárulásán kell mindeket ezen dolgozni, és akkor azt kell látnotok, hogy hirtelen semmi más tenni valatok nem marad, se neked, se neki.
If you start to care about it exactly. Hogyha el tudtok kezdeni arról gondoskodni, amiről szó van. Tehát nem kell várni semmi másra, csak arra. Nincs más tennivalótok, mint a teremtői való munkának az elkezdése. That's it, you see how you're impressed. Te látod, hogy milyen fajta benyomást kaptál? Az ölelésből, amit ott a sráccal értél meg? Az egy ausztrál, aki ott ül egyébként. Tehát a legfontosabb dolog, hogy a teremtő felé haladjatok, ne a barátok felé. Na honnan válasszak, mondja a kérdező? George Mexikóból kérdezi. Mi gyorsítunk fel, ha nincs idő a spiritualitásban? Mi a hiányunknak a feltárását gyorsítjuk fel. Tehát, hogy ne az időben való ballagásban terülnek fel, hanem felcsült az ennyi barátaim. Tehát ma megmértük az agilitást, arról beszéltünk, ez az a témája a tízes körnek. Tehát barátaim most... Tehát egy pillanatban ne hagyjátok nyugton magatokat, dolgozzatok kezden, és akkor énekeljünk egy dalt. זהו מה ותגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מה ותגלה עד כמה היא יפה להשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך אם העולם שלך נמצא בשקיעה ברוח על פניך מלטפת מגיעה אבל הראש שלך בעולם אחר רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מג ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיים ונגעת בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מג ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיים ונגעת בשבילך עוללה, עוללה, עוללה Yeah.